Ebben a műsorblokkunkban tudom, hogy önök mindig kíváncsiak, és nagyon sok hozzászólást is kapok, hiszen új dolgokat ismerhetünk meg, vagy valami régi alapján egy teljesen új, korszerűbb terápiát, kezelést, vagy egyáltalán gondolkodásmódot, és bizony azt szeretnénk, hogy minél inkább jobban érezzük magunkat, jobban megismerjük magunkat, esetleg egyben lássuk az egészségünket, a testünket, lelkünket, szellemünket, meglátjuk. Mai beszélgetésünk egy különlegesen érdekes téma, az információs gyógyászat. Biztos, hogy fölkapják a fejüket, hogy hát ez meg micsoda, de épp ezért hívtam meg vendégnek dr. Csiszár Róbertet, hiszen igazán ez a szakterülete, sőt, ma már azt is mondhatom, hogy tanítja is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy szakított időt, és el tudott jönni hozzánk. Üdvözlöm. Köszönöm a meghívást. Ha elkezdünk beszélni az információs gyógyászatról, ez átfogó gyógyászati eljárás jelent, és hogyha egy mondatban meg akarom határozni, hogy mit jelent ez, akkor nem lehet. Mert valójában annyira szertágazó ez az egész. De most honnan eredt, az már egyszerűbb. Az eredete az 1980-as évek végén vagyunk, és volt egy osztrák tudós, akit úgy hívtak, hogy Erich Köbler. És Erich Köbler felfedezett bizonyos módszereket. Amin ő elindult, az egy megfigyelés volt a részéről, mégpedig nagyon sok felé utazott a világba, és elektroműszerész volt az eredeti szakmája, és aztán utána pedig a Afrikából, meg a Távol-Keletről, meg különböző területekről megfordult, mint tudósító és riporter. Ez volt valamikor az ős időben, és észrevette azt, hogy Mexikótól, Afrikán keresztül, Indonéziáig vannak ezek a gyógyító emberek, akiket sámánnak hívunk, és a sámánok pedig jeleket rajzolnak az embereknek a testére, hogyha betegek. Na most innen indult ez az egész dolog, ugyanis megfigyelte azt, hogy mindegy az, hogy Afrika, vagy Szibéria, vagy Indonézia, de a fájdalomcsökkentő jelek és a gyulladáscsökkentő jelek, azok minden kultúrában ugyanazok. Tehát bármerre ment a nagyvilágba, ugyanazokat. Igen, és aztán tudatosan elkezdte ezeket kutatni, és akkor megnézte az észak-amerikai indiánokat, a kanadai indiánokat, akkor az eszkimókat, akkor a dél-amerikai indiánokat, és kiderült az, hogy mindenhol ugyanazokat a jeleket használják a gyulladás csökkentésére, a fájdalomnak a megszüntetésére. Tehát innen indult az, hogy elkezdte vizsgálni, hogy mik azok a jelek, mik azok a rajzok, mik azok a vonalak, mert egyszerű vonalakról volt szó. Tehát három párhuzamos vonal, négy párhuzamos vonal, egy hullámvonal, mellette egy vonal, keresztjele valamilyen más kombinációban. Tehát ezek voltak azok a jelek, amiket a mai napig használják ezekben a kultúrákban, és elkezdte vizsgálni ezeket a jeleket, hogy ezek mit tartalmaznak, és gyakorlatilag rájött arra, hogy a különböző jelkombinációk képesek arra, hogy antennaként viselkedve, tehát hogyha a testfelületre rárajzolják ezeket a jeleket, akkor azok antennaként viselkednek. A környezetből érkező szórt sugárzást átalakítja úgynevezett koherens sugárzássá. Tehát a környezetből érkező külső sugárzásból a jelek hatására egy gyógyító sugárzás alakul ki. Döbbenetes dolog. Na most erre ugye utána ezzel kezdett el foglalkozni, és fölépített egy rendszert. 1985-től 93-ig, 93-ban sajnos 55 éves korban elhunyt a Erich Köbler, gyakorlatilag olyan tudományos karriert futott be, hogy a Római Tudományos Akadémiának a tagja lehet, akkor megkapta osztrák feltárónak az arany érmes kitüntetését, a legnagyobbat. Olyan meghatározások voltak, hogy a magas rezgés tartományban első információs tulajdonságnak a kutatásaira kapta ezeket. Fölfedezte ezt a gyógyítási eljárást, ezt rendszerbe foglaltam, és ugyanakkor pedig szinte mellékesen létrehozott egy speciális eszközt, amit úgy hívnak, hogy bioindikátor. Na most a bioindikátor miatt van itt ez a két alma. Igen. Nem akar vetékedni a teáscsészekkel, hanem... De már a tudományban volt szerepe az almáknak. Igen,
almának volt, és az alma az egy nagyon látványos dolog, de gyakorlatilag bármi lehetne itt egy kozmetikum, lehetne itt egy vajaskenyér, lehetne itt bármi más, mindenne ugye ezt meg tudjuk állapítani. Mert itt meg tudjuk állapítani azt egy almáról, tehát itt van egy gyönyörű alma, semmifajta azokat az információkat, amiket most kezünkbe fogjuk az almát, akkor látjuk, hogy az alma szép, ha beleharapunk, akkor halljuk, hogy roppant, tehát valószínűleg zaftos, finom, zaftos, íze is jó, akkor milyen információk ott a hallás, látás, útján, tapintás útján, gyönyörű, szép, ízérzés. Egy dolgot biztosan nem tudunk megállapítani ezekkel az ízésszervekkel, az, hogy ez az alma, ez most ehető, kell-e nekem, mérgezette, arra sincs semmifajta információ. Viszont van egy eszköz, ez a bioindikátor, ami tulajdonképpen egy ilyen vízszintes ingának fogható fel. Uh-huh. Az ingát azt mindenki ismeri, ez ugye a... Lógatjuk, és akkor ugye valamerre kell neki pörögnie. És ez viszont mindig ugyanazt mutatja, olyan értelemben, hogy nem kell behangolni, hanem ha vízszintesen mozog, akkor az elfogadó. Tehát amit tesztelek, tesztelésnek hívják ezt az eljárást, amit tesztelek, ha vízszintesen mozog, akkor annak az elektromágneses kisugárzása, jelen esetben az alma, és az én elektromágneses kisugárzásom harmonikus, befogadó. Tehát összehasonlít? Befogadó. Tehát erre mondják azt, hogy konvergálnak a hullámok. Uh-huh. Erre mondja az ember erre azt, még hogy, emlékszünk a fizika óráról. Hogy személyén is megvan ez. Tehát amikor szimpatikus valaki. Igen. Ha valaki unszimpatikus, akkor elhúzódom, még divergálnak a hullámok, és akkor az taszító hatású. Na most ugyanez megvan mindennel, mert mindennek van elektromágneses kisugárzása, és ha kezembe veszem az almát, és hogy megnézem, akkor vízszintesen mozog, ez azt jelenti, hogy én ezt az almát megehetem bátran, szükségem van rá, és biztos, hogy nem permetezett és egészséges alma. Ez a rendkívül hasznos, és ha hófehérkének lett volna egy ilyen indikátora. De ez egy nagyon jó, mert én is ezt mondom mindig a tanfolyamokon, hogy gyakorlatilag, ha ez lett volna a hófehérkének, akkor nincs az a pek, hogy meg kell lennie a mérgezett almát. Szerintem előtte igen. És ugye ez a teha is rendben van. Hát reméljük, mert tisztított vízből nézőink tudják már, hogy milyen különleges, és otthonról szállítom, ez most egy vérnarancsos változat. Látszol, a két alma ugyanarról a helyről van, tehát itt vízszintesen mozgott az inga, ezt megehetem bátran. Itt viszont körkörösen mozog, ha az inga körkörösen mozog, akár óramutató járásával ellentétesen, akár egyezően, akár függőlegesen, tehát minden olyan, amelyik nem vízszintes, akkor az azt jelenti, hogy azt nem ehetem meg. Mert azzal van valami probléma. És ugye ez volt az egyik nagy megállapítása, illetve hát, hogy a ingának, és ugye ez egy egyszerű játékról van szó, ugye azt gondolnánk, de még soha nem írta le senki hullámtani szempontból, hogy mit csinál az inga, milyen rezgést végez, milyen mozgás végez. Uh-huh. Na most azért, amit kitüntették őt, gyakorlatilag a inga mozgásának a hullámtanát, mert egy rezgésről van szó, és egy tehetetlenségi rezgésről, hogy miért jön létre, hogy a nagy, sok elektromágneses, rengeteg elektromágneses kisugárzás közepette, ugye lehet vele megállapítani két elektromágneses kisugárzó valaminek a egymáshoz való viszonyát, azok taszítják egymást, vagy pedig vonzák egymást. Tehát ez a alma ez engem ugye vonzott, én vonzottam őt, itt viszont nem. És akkor itt jön az, hogy amit viszont fel lehet használni már a diagnosztikában, meg innen tovább léptünk egy új területre, információs gyógyászat hogyan ide a képbe, hogy ha megfordítom ezt az almát, akkor látok rajta, nézze meg, Glória. Egy sérülés. Egy sérülés van még rajta. Még meg is barnult már, tehát már nem is friss.
Tehát van egy sérülés, és a másik oldalon itt mellette pedig itt szintén egy benyomás, és látszik, hogy alatta puha és barna. Most ugye azt történik, hogyha ráteszem erre a területre az ujjamat, amelyiken ez a sérülés van, igen. Akkor az inga ugye kölkörösen mozog. Van egy benyomódás is rajta, arra is ráteszem az ujjamat, akkor is kölkörösen mozog. És most egy egészséges részet teszem, egészséges résznél pedig vízszintesen mozog. Tehát még különbséget is tesz egy azon tárgyon belül? Nem csak, hogy tárgy, ugye az alma az nem egy tárgy, az egy élelmiszer. Uh-huh. És ha most megnézzük azt, hogy mi történik egy emberi testnél, tehát ugyanezt lehet felhasználni, és ezért használják orvosok is az ingát. Nagyon sok orvos használja mindennapi praxisban, mert egyszerűen adott beteg területen ugyanezt történik, ahol beteg az emberi test, gyakorlatilag azon a felületen, azon a területen megváltoznak az elektromágneses viszonyok. Uh-huh. És most érkezünk a információs gyógyászathoz. Ha beütöm valahol, vagy valahol gyulladás van, az még nyilvánvaló is, mert ugye ott fáj. De hogyha nem annyira nyilvánvaló, milliméteres pontossága úgy, ahogy az almánál, meg lehet állapítani azt, hogy hol van a beteg terület, mert a test felszíne más lesz a polaritás. Uh-huh. Mások lesznek a elektromágneses viszonyok. Gyakorlatilag ezt a kínai akupunktúrában úgy mondják, hogy a energiaáramlásnak a blokja következik be azon a részen. Igen, tulajdonképpen a kínai orvoslás mindig beszélt az energiagócokról, és ezek szerint itt kimutatja, hogy ha rossz vagy jó az energia? Igen. És ez egy nagyon egyszerű módszer, ugyanezt ki lehet mutatni bonyolultabb gépekkel is, mert most már vannak ilyenek, nem csak a folféle készülékre gondolok, igen, hanem biorezonanciás készülékkel, ugyanezt ki lehet mutatni, csak hát ugye óriási különbség van egy hatalmas gép. Ez egy olyan gép, természetközeli dolog tulajdonképpen. Ez egy nagyon egyszerű dolog. De ehhez kell, hogy tehetsége is legyen annak, aki a pálca végét fogja? Tanfolyamokat tartunk, és ugye tapasztalat az, hogy 20 emberből egynél gyengén működik. Tehát 20 emberből 18-19... Tehát tanulni 19, kell, 18, de kell 19, egy belső... Kell hozzá egy ilyen gyakorlat, meg egy... Nem kell hozzá semmifajta ilyen hit, meg ilyesmi, nem kell hozzá. Csak ez csak valakinek egy nyitott rögtön vagy... kell, ami befolyásolja, az a merevség. Aha. Hogyha valaki egy ilyen alkatilag egy eléggé merev... ismeri azt, amikor karót nyel, és meg sem mozdul, és ugye minden mozdulata kimért, na azoknál nehezebben működik. Hát igen, azoknál őket előbb ki kell lazítani. Ki kell lazítani. Most Erich Köblerről azt olvastam, hogy megváltoztatta az orvosi gondolkodásmódot. Azzal, hogy esetleg fölfigyelt ezekre a hullámokra, vagy? Hát mindenféleképpen új alapokra helyezte, mert ugye van egy könyv, jó pár évvel ezelőtt jelent meg, Információs gyógyászat a címe, mert hogy nagyon korán, ugye 55 éves korában elhunyt a Köbler, és a tanítványai azok összeálltak és létrehoztak egy könyvet. Uh-huh. Ugye szerzőként a dr. Sági Mária és a Sági István testvérek vannak föltüntetve, és én lektoráltam a könyvet. És ugye ez volt az első ilyen összefoglaló mű, ami a Köblernek a tevékenységét leírta. Az egy elég vastag könyv. És ez, mert hogy gyakorlatilag ugye ő előadásai csak előadás anyagként, és egy-két, mondjuk egy olyan 10-20 ilyen tudományos cikkben maradtak meg, de könyv nem volt. Viszont úgy néz ki, hogy ez a könyv önálló életet kezdett el élni, úgyhogy már megjelenés után egy éve megjelent a olasz kiadása. Most júniusban megjelent a Amazon kiadónál a angol nyelvű kiadása Amerikában, úgyhogy angolul is lehet rendelni. Ősszel megjelenik a román nyelvű kiadása, és így egyszerűen beindult az érdeklődés ez iránt a módszer ilyen. És ugye Németországban meg Ausztriában azóta is használják és oktatják ezt a módszert, és nálunk pedig ugye a 90-es évek elejétől.
Létrejött a Körbler Társaság. Ez 2 évvel ezelőtt volt, a meghívott vendégünk volt akkor László Ervin, tiszteletbeli társasági tagnak és elnöknek is fölkértük akkor, és ő is elkötelezett hívva magának a módszernek, úgyhogy használja is, és személyesen is ismerte a Körblert. És akkor visszatérek ahhoz a területhez, amiről kezdtünk beszélni, hogy orvosi szemléletmód. Elsősorban abba adott új szemléletet, hogy ugye ő nem volt orvos, viszont kénytelen volt a kutatási területe miatt elmélyedni egy csomó orvosi területen, így a biorezonanciába, vagy például a kínai akupunktúrába is. És kidolgozott egy diagnosztikai módszert. Tehát egészen szertágazó ez az egész tevékenységkör. A diagnosztikai módszer pedig abból áll, hogy megfelelő akupunktúrás pontokat, úgy, mint ezt az almánál csináltam, megfelelő akupunktúrás pontokat tesztelve egy szondával, fém szondával, ugye föl lehet térképezni a szervezet általános állapotát. És ez elég gyors módszer, ez 2-3 perc alatt lehet az embernek egy összbenyomása, hogy valakinek a vérkeringésével van, a tüdejével van probléma, a kiválasztással, tehát a vizet kiválasztással, a májjal, a méretlenítéssel, és így tovább. És ezért egyre több orvos használja, aki megismerte ezt a módszert, pont ezért, mert egy nagyon jó diagnosztikai módszer, ezért használja. A másik dolog, ami viszont szintén napi praxisban nagyon, nagyon sokat jelent, hogy a megfelelő gyógyszer kiválasztás. Mert sokszor nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert ott van, mondjuk egy példát, vérnyomás csökkentők. Ugye hirtelen valakinek magas a vérnyomása, bizonyos tünetek alapján úgy gondolja, hogy ezek a gyógyszerek, ezek mind arra a típusú vérnyomás növekedéssel jók lennének, de azért egészen nem biztos benne. Mit mond az orvos? Szedje egy pár napig, aztán majd meglátjuk. Pár hétig általában. Vagy pár hétig, bocsánat, vérnyomás csökkentőnél nem kaptam, pár hétig. És akkor meglátjuk, és akkor nem, akkor meg majd egy másikat kipróbálunk. És ugyanez van sajnos egy csomó más gyógyszernél is. Tehát nem mindig tudjuk azt, hogy kinek a megfelelő gyógyszer. Na most a orvosoknál ez óriási segítséget jelent. Annyi az egész, hogy az ő által használt gyógyszereket, azok ott kell, hogy legyenek a kéznél, de viszont meg tudja állapítani azt, hogy annak a paciensnek melyik a megfelelő gyógyszer, sőt még a adagolás is be tudja állítani. Ez, én úgy gondolom, mivel már néhány évet eltöltöttem ezen a területen, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog a napi praxisban. Hogy időt spórol, biztonságot ad. El kell mondjam, hogy a Szemüvegész Orvostudományi Egyetem fogorvos szakán végzett dr. Csiszár Róbert, tehát fogszakorvos és akupunktúra orvos. Még röviden annyit, hogy az ön saját területén mit jelenthet mindez? Ugye én személyesen ismertem Erik Körblert, és én azóta használom ezt. Tehát azt jelenti, hogy 94-ben alatt, mert 93 óta. Na most ez már azért már egy olyan hosszú idő, hogy bizonyos dolgok kiélelődnek, bizonyos tapasztalatok összegyűlnek, és én nyugodtan kimerem azt állít jelenteni, hogy ez alatt a jó pár év alatt soha nem volt olyan, hogy ez a fajta tesztelési módszer tévedett volna. Tehát mondjuk egy fájdalomcsillapító, vagy bármi esetben, ha fogászatba beülök és így remegek, akkor ön segíthet abban, hogy... A fogászat egyrészt ugye abból áll, amit ugye az emberek elképzelnek. Picit van egy bővebb területe is a fogászatnak. Van egy ilyen, hogy biológiai fogászat. Mérettelenítés, meg ilyen hasonló dolgok, tehát ott a gyógyszerek kiválasztásánál nagyon sokat segít, és homeopátiában sokat segít, tehát a homeopátiás szerek kiválasztásában szintén. Tehát így napi praxisban ezekre lehet koncentrálni. Hú, még nagyon sok minden kérdés maradt bennem, de remélem, hogy nem utoljára jött el. Én az egyetlen utolsó kérdésem, hogy tehát a ma embere számára ez elérhető dolog? Tehát nem egy olyan, hogy hú, most hallottunk valami meseszerűt, és nem találkozik vele az életben. Nem, egyrészt van egy Facebook oldal, a Körbeltársaság, az,
alapján mindenki rá tud keresni, ott már most is rengeteg információ van fönn. Tehát most egy töredéke hangzott el annak. Másrészt pedig rendszeresen tartunk tanfolyamokat, azok rajta vannak az oldalon, és van egy alaptanfolyam, ahol egy napos képzés alapján mindenki elsajátíthatja ezt a, ennek a módszernek az alapjait, tehát hogy amit megeszek, megiszok, kozmetikum magamnak kenhetek, mit használhatok a mindennapi életben, tehát ez van egy ilyen, és aztán ennek van persze rátett tanfolyamok menet tovább, elsősorban felsőbb osztályba léphet. Igen, mert hogy aki mélyebben meg akar ismerkedni, és a, nem csak a tesztelés érdekli, hanem a gyógyászati része is, az ugye ez már eléggé szertágazó. Hát én nagyon-nagyon örülök, hogy mindezt elmondta, és az, hogy használhatjuk, vagy esetleg még mi magunk is tanulhatunk, hiszen hányan keresnek életüknek értelmet, akár egy ilyenfajta kezelés még el is juttathatja őt egy olyanhoz, hogy végül is az embereknek segítünk mindezzel. Nagyon érdekes volt, doktor úr, köszönjük szépen, és remélem, hogy önök is élvezték ezt az újdonságot.